nap Pápai Joci főzött a társaságnak. A vendégek szerint ugyan jobb lett, mint cini vacsorája, de Pétert nem sikerült lenyűgözni. Jocinak rögtönözni kellett, hogy ne gyűjtsön nála több fekete pontot. A vendéglátó a vacsora végén bevallotta rettenetes titkát. Nem 30, csak 3 napot ült börtönben, ami ebben a társaságban szinte egyenlő a nullával. Joci fa kezdi letölteni a büntetését. Nem sokára kiderül, hogyan. Tasnádi Péter, az eddigi első magyar keresztapaper fővádlottja, akit félelmetes híre a börtönben is biztosan sok mindentől megvédett, sőt, ahogyan történeteiből kitűnik, sok mindenhez hozzá is segítette. Külön koszt, külön hűtő, külön szőnyeg, és sajátos humor, ahogyan hosszú börtönéveinek eseményeit látja. Ebben a társaságban ő a legtekintélyesebb vendég, aki vendéglátóként is lenyűgözi a többieket, már csak palotájával is. Ma kóser vacsorával készül és világhírű vendéget hív. Talán nem is kétséges, hány pontot adnak neki ma estére az esküdtek, vagyis a vendégek. Szilárd ma elég kockázatos dologra vállalkozott. Tasnádi Péter konyhájában néz szét. Persze nem láthat mindent, erre Péter embere különösen vigyáz. Hello. Oké. Okay. Te fogsz nekem segíteni, mi? Felveszek egy kesztyűt, jó? Hogy ne fogdassak össze semmit. Fel tudnám venni. Remeg a kezem ilyenkor egy kicsit, ez nehéz. Belenézek a fiókokba kicsit, jó? Itt azért látszik, hogy elvágólag minden. Ez teljesen hibátlan. Itt is bekészítve. Nem nagyon tudok eddig belekötni, tényleg semmiben. Viszont belém van, mert inkább, azt nem. Jó, oké. Benézzünk a hűtőbe. Benézzünk? Aha, mély hűtőrész. Pedálisan minden letakarva, az AMTS is bátran kijöhet. Neki is 11-től 4-ig lehet főznie. És óra indul. Ez lesz a főétel, és ez libacomb, amit már így előkészítettem, egy párat. Aki a börtönbe kiharcolja, hogy ő csak kóser kaját eszik, hát akkor remélem, hogy nekünk is maradt egy pici még abból a tartalékból, úgyhogy én már fenem a fogamat. Mindig ilyenkor... Ilyenkor telefonálnak a legrosszabb időpontban. Valószínű ez a pék lesz. Mondjad! Ha vegyél GPS-t! Nem vagyok GPS, hogy neked itt ezt elmagyarázgassam. Figyelj, Danikám, mondtam neked, egyenesen menjél tovább. Ott a kínai? Már fölhívom a kínait, hogy jöjjön ki. Jó, hogy nem egy maffia filmben vagyunk, mert ott általában nem jelent jót, ha már a kínait kell hívni valamilyen melóra. Na, oké, hello, ciao. Teljesen az kiestem a... Most függőleges, ugye, most jön visszintes. Mivel tudom, hogy körülbelül a kóser kaja miből áll, biztos, hogy gyomorfájással jövünk el, mert ez mind nagyon-nagyon nehéz kaja. Szevasz, Dani! De jókor jöttem! Mit hoztál szépen? Az anyád! Kedves kerek neked, ezzel oda. De te fogytál? Fogytál? Fogytál, jól nézek ide, neked nem te szabad is ilyeneket tenni. Nekem mindenre van egyébként segítségem. Tehát én azért úgy osztottam be az életemet, hogy ha
teríteni kell, akkor van terítőember, ha főzni, akkor van főzőember. Hol a párizsi? Hát na éhes, hogy gyere már, szívem, hozzad. Hozom. Hoztad? Igen. Ez a pulyka. Péter segítője Izabella, aki jelentős vendéglátós tapasztalatával támogatja a tasnádi kastély urát, hogy ne valljon szégyent a vendégei előtt. És ez jó, Iza, nézzem. Nem jó? Hol a legnagyobb? Az jó. Ez jó, az jó. Abban rögtön mondtam, hogy vagy meg. Ez? Nem, ez jó. Nem vetemednék arra, hogy kés ügyben tasnádi úrnak tanácsokat osztogassak, de egy szélesebb pengés késsel bizony többre menne. Nézd meg! Jó csinálom? Akkor minek csináljam, ha jól csinálom? Belül a lábas tegye valóra. Nem, akkor reggel. De figyelj, én jobban fölvágtam volna a zsemmőt. Hát nem gyakran főzök, de amikor jönnek én kedves vendégek, mint most is, akkor megpróbálok kitenni magamért, és akkor én nem a szívemet és a lelkemet teszem bele, hanem én az alapanyagokat. Tudsz krumplit tudni? Na, mutassad már meg az Izabellának. Szépségversenyen induljunk? Minden kettőn fogunk indulni, csak az Izabella egyszerűen nem képes elsajátítani ezt a technikát. Nekem félelmetes volt. Mivel? Ilyen? Ne várjál, most ilyennel tudsz, vagy olyannal? Na, tessék, itt a kés. Ketten nem értek egyet, se nagyon lassan dolgoztok. Nem sietünk, a jó munkához idő kell. Itt szahat, nem? Nem sok köze lesz a kajához. Szerintem nem ő fog csinálni semmit. Tudsz hagymát is kucolni? Minden tudom. Ha létszös csemmel a Péter, az nem nagyon aktivizál magát, eszik negyed órája. Iza! Ezt az almás ízét, ezt... Azt majd... De, mert én szeretném most. Te szeretem. Hogy mivel lehet. Ezt mondjuk egy ilyennel? Te tulajdonképpen még hány ember ilyennel? Színes segíteni, hogy nem kell nekem. De most nehezebb törődjél, jó? Ilyennel? Ilyennel. Figyelj, sokat értetlenkedsz, behívom a somát. Kél van. És még süttünk is kell. Figyelj, téged nem azért hívtalak, hogy jelentse állandó, hogy mennyi az idő. Péter alapvetően egy jókedvű ember, és egy vicces, egy humoros ember, amit így, ha kimondják a tasnádi, akkor senki nem erre gondol. Jó. De ez... Már megint várja, mert elment egy-két srác. Az előbb a profi szólt, most meg a keresztapa. Van egy olyan érzésünk, hogy a mostani fontosabb telefon lehet. Most ne zavarjatok, mert tényleg nagyon, nagyon ideges vagyok. Hát nekem dolgozni kell, most fölvágtam már egy krumplit. Reméljük nem egy üzlettárs van a vonal végén, mert akkor a krumpli szeleteléssel van vége a keresztapa imidzsnek. Kedvár, neves, sose leszünk kész. Jó, na ciao. Te összetéveszted itt a programot, én vagyok a főnök, nem te. Szeretek feladatokat osztogatni, mert úgy gondolom, hogy abban én vagyok a legjobb. Főzésben vannak nálam sokkal jobbak. Azzal mi van? Hát ez már majdnem jó, ez majdnem jó. Megszurkáltad? Igen, én utoljára ezért 3 évet kaptam. Na én is ettem már olyan kacsát, amit simán leültettem volna a szakácsot 3 évre, sőt még a pincért is, aki a számlát hozta. Lehet, hogy még ilyen családias recept is előkerül, amit ők nagyon szerettek, vagy a családban nagyon sokszor előfordult. Akkor elkezdjük a süteményt, jó? Jó. Tudod, milyen süteményt fogok készíteni? Gondolom hámántáskát, nem? Desszert. Megmondom őszintén, hogy... Ez, amire nem merek tippelni, halványgőzöm nincsen. Halványgőzöm nincs, hogy mit találhat ki esetleg ahhoz a szép nagy combhoz, minden, nem tudom. Ezt is nincs kirészes, az kevés lesz. Hát ez én gyenge vagyok. Bár hívjunk már fel egy nőt, aki ezt kinyitja. Ezt nem mondom. Soma! Ja, nincs itt. Topi! Igen. Topi, hol van? És a Soma? De nem. Ne szólj neki már, Péter! Péternek a desszerttel fog meggyűlni a baja. Nem tudom elképzelni őt habverővel a kezében, vagy bármi az, hogy egyáltalán a sütőbe betesz egy süteményt. Hát jó sok szilvalekvát teszek. Így ragd a szilvát, hogy össze tudjam hajtani. Így? Igen. Még szerintem sok. Tök jól csinálod, de hogy is. Lesznek kisebbek, lesznek nagyobbak. A barátnőim, akik ugye az ő barátnői is voltak, azok mindig azt mondták, hogy jól főz. Na kész vagy a kenéssel? Hát nem látod, mind a villám dolgozom. Ezt még itt egy kicsikét. Jó? És akkor szerintem a libacom készen van, azt kivesztő. Ezt? Erre gondoltál? Igen, látod? Jó. Tök jó, nem?
Sziasztok! Hello! Mit csinálsz? Hát, miket hoztál? Miért? Beszereztem ide ezeket a gondolod, hogy szükség lesz rá? Ez nagy valószínűség. Te Józsi, ebbe is utazol? Zördög nem volt. Nem lehet tudni, hogy Stadler József mire számít, de az akasztói juhász olyan embernek tűnik, akire érdemes hallgatni. Úgyhogy fel azokkal a golyóálló mellényekkel. Ezek nagyon szépek, ezek a evőeszközök. A börtönben viszont nem engedélyezték a evőeszközök használatát, csak műanyagot. Én ezt úgy hidaltam át, hogy kértem a rabbit, hogy szenteljen fel nekem evőeszközt, csak adok ez nekem egyedül a börtönben, rendes evőeszközöm volt. Biztos stresszben van már. Nem nagyon hiszem. Meg annyi ember van körülötte, hallod, eloszlik a stressz. Elmi. Figyelj, Iza, az a helyzet, igen? Hogy amikor le kell szólni a kapura, hogy a fémdetektor, amikor mennek el, vizsgálják el őket. Igen? Mert azért olyan emberek jönnek kajálni, akik több évet ültek börtönbe. Rossz társaságba keveredtek. Hoppá, én már megint szédültem. Jó napot kívánok! Te meg gyere meg, ott nagyon kígyűzünk szorosan. Én nem tudom. Ugye, Csini, ha lemaradok, akkor azért... Kérdezzél már utána. Jó, drágulunk meg. Jó van. Aztán benhagytam a kocsit a fegyverbe. Ezt nem bírom ám csak. Az a baj, hogy nem tuti a módszer. Mert ha valaki például bírósági ítélettel jönne, az legalább olyan veszélyes, és abban legfeljebb csak a gémkapocsfém, a többi papír. Már tartom a lehetőim, de azt nem veszem most le. Fémdetektorral néztek meg minket, mikor bejöttünk. Tehát az elmúlt 4 évben minden napos téma volt, tehát azért annyira nem ért váratlanul. Óvatosan. Gyertek, szorosan. Már megkérdezem, hogy elindulunk a kérdezőt. Gyere, hát az öntetjük ott el. Ez majdnem olyan, mint az enyém, mert én is 4 emeletesbe lakok. Az igaz, Joci, csak az a baj, hogy a te 4 emeletesed itt valószínűleg elférne 2 egymás melletti szobában. Végső lesz a kis téró. Te cofra férve? Wow. Szevasztok, két fiúval vagyok. Csak jött egy olyan lift, ami úgy volt kialakítva, hogy nem is tudom, talán a Fehérházban lehet hasonló. És hát paradés. Paradés volt az egész. És elhozott nálam. Tázolt? Nem kérlek szépen, de azt mondta nekem a kedves de jó, kis... De jó, nálam biztánszia. Csak nem ér össze, várjál. Beszálljunk ebben a lépbe? Ki tudja, hogy ez egy az utolsó vacsora? Én csak a filmekben láttam ilyet. Tehát a való életben még soha. Egyet azért mondjam, te adtad az ötletet a többieknek, hogy golyóálló mellőbe jöjjön? Tudod, nem üti át a golyó. Nem? Kár is lő, inkább ne lőjön. Fés? Nekem nem tetszett, ez, úgy gondoltam 4 félnótás itt golyóálló mellénybe. De nem is volt jó az a mellény egyébként, mert megnéztem. Én régen golyóálló mellényeket forgalmaztam. Köszöntelek még egyszer titeket, hogy szerintem nincs semmi szükség erre a golyóálló mellényeit. A védelmem alatt látok, hogy abszolút biztonságos hely, ahol remélem jól fogjátok érezni magatokat, és jól szoktok lakni. Lehet, hogy a Péter háza, meg az egész millió, ami ott volt, az azért egy kicsit úgy megszeppentett mindenkit. Nézzétek az evőeszközöket? Ezeket érdemes belőle 1-2-t elvinni. Igen, hát azért van a detektoros kapu, meg a fémdetektoros. Iva ötletére Péter már rég felkészült. Az evőeszközei védelmében kifelé mindenkit átvizsgál.
lehet, hogy Évát még egy kicsit alaposabban is, mint a többieket. Ő robosztus falak, el van szigetelve a külvilágtól, kamera, biztonsági ember, tehát nagyon-nagyon nehezen lehet hozzáférkőzni, de ez hozzáillik, tehát ő Tasnádi Péter. Nem vagyok a vallásba benne, de a libamáját nagyon szeretem. Ehhez nem kell betérni, Józsi bácsi. A püspök falatot sem csak a püspökök ehetik. Voltam két hónapig a Farkas Péterrel egy zárkával, és mi ugyanígy étkeztünk bent. Azt akartam kérdezni, hogy bent is ezt tettem? Bent, így van. Komoly. Kaptam libamáját, meg minden zöldséget, és mindent, és szépen megterítettük, és egymásnak jó étvágyat kívántunk mindig, és ott volt, mikor imádkoztunk az ételőt, és még próbáltuk magunkat jól érezni. Tessék, hát azért, le is imádkozzunk, na? Arra gondoltam, hogy leülünk, és akkor, ahogy szokták mondani, hogy jöjjön Jézus, ide egy vendégünk, áld meg, amit adtál nekünk, ámen. Szóval én nem gondoltam, hogy az aznapra rendelt igét ilyen hosszadalmasan a Péter fel fogja olvasni. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, még egy csapást hozok a fáraóra és Egyiptomra, és akkor majd elbocsájt benneteket innen. Ilyenkor mindenki fohászkodik magában is. Valaki például biztosan azért, hogy végre legyen vége. De Izrael fiaira a kutya se ölti ki a nyelvét, sem emberre, sem állatra. Ebből tudjátok meg, hogy különbséget tesz az Úr Egyiptom és Izrael között. Lehet enni, vagy még imádkozunk. Nekem az nem furcsa. Tehát én a börtönben ugyanilyen, előtte is hívő voltam, de valahogy a börtönben sokkal több erőt ad az, hogy mondjuk elolvasom a Bibliát. Nagyon jó. Soci, az a helyzet, hogy mivel becsaptál minket, ezért ne érezd azt, hogy csicskáztatunk téged, de a te kötelességed lesz az, hogy most felugrasz. Jocó tegnap óta nem dőlhet nyugodtan hátra ebben a társaságban. Mióta bevallotta, hogy 30 nap helyett csak 3 napot ült, a többiek úgy döntöttek, válogatott büntetésekben részesítik. Te kérted volna? Nem, nem kérdeztem, de már kapott mindent. Kicsit fürgébb legyél. Jó van, már jobban figyelem. Jocika? Igen, már van. Füstölcsenek? Azonnal. Joci, Joci. Jobb lett volna kérni, hogy ülj legalább még egy hetet. Akkor nem te lennél az egyetlen, aki a vacsora alatt egyből le is mozogja a bevitt kalóriát. Na, Jocikám, akkor légy szépen. Mit is hozhatom? Vidd ki, de ne a nagy tányért vidd ki, hanem a kicsit, jó? Tőlem is, tőle is, minden, az evőeszközöket is. Ez az elviszik már még? Nem, az, aki evett, azt nyugodtan vidd ki. Péter, nem, ha eltöröm, akkor mi lesz? Az bajnak kezedet is eltörik, akkor is két kezed eltörik. Nem, én a konyhában is biztonsági ember. Ez jó, ez mindenki egy kicsit szívja egymás vérét, illetve a véremet szívják, de hát ez egy kis tuffolás benne van szerintem a mindennapi életben is. Ez nagyon-nagyon jó ropogósan átsüt, és azért teszem alá ezt a szalvétát, hogy a még kifolyó zsír, az olaj, az felszívja, nem túl egészséges, de ez az igazság az, hogy azért ez csak-csak így jó. Ez igen, kérem szépen. Ide jön le 11-ig, nem? Hát itt én is el tudnék tölteni egy kis időt. Azt a betyáros, ez mi, iroda? Nem, tárgyaló, fogadjunk? Tárgyaló. Lenin elvtárs szembe? Mit szólsz hozzá? Én irigylem a Pétert, mert ha nekem ilyen körülményeim volnának, akkor gyorsan milliárdos lennék egy pár hónap alatt, vagy még lehet, hogy az se kellene hozzá. Yes. Nem merek minden zozányon, mert kikapunk. A képek hiányoznak, itt már egy szép darab lehetett. Eladta ő is mindén. Egyáltalán hol vagyunk? Mert én most tényleg mondtam, hogy hol vagyunk. Ne mondja! Ti meg vagytok? Nekem tőle ne kérdezzél, hogy hol vagyok, lent vagyok, fent vagyok, valahol vagyok egy ilyen pult előtt, csupa csodálatos antik cucc között. Hozzá valamit, hallott van nálam egy nagy kosáramba, sok minden belefér. Már értjük, miért volt Péter ilyen óvatos. Ezek szerint mindegy, mennyi időt tölt férfi társaságban a börtönben. A női észjárás okozta veszélyeket mégsem felejti el. Na, megnézem, hogy... a vendégek? Elmentek a házba körülnézni, remélem nem kapták szét, úgyhogy most körülnézek, hogy itt vannak, és amennyiben igen, akkor én szépen föltámolom. Ne
Igen, mi szétbontoltátok a házamat? Hát körbenéztünk egy kicsit. Találtunk egymást. Én ebben nem vagyok benne. Csak az utcán. Én tudtam azt, hogy kezdjük onnan leemelni. Na, figyelj, ez egy olyan emlék, amihez nem lehet hozzányúlni. Egyáltalán nem szeretem, hogyha hozzányúlnak a dolgaimhoz, és se szoktam mások dolgaihoz hozzányúlni. De nem volt vicces nekem ez sem. Ha megkérhetem a Jocit, hogy adjon mindenkinek itt azonnal részben még a... De még egy az evőeszköz is kiesik a kezemből. Mit kinek, mit esik? Mentes vizet meg. Mentes vizet, hideget, meleget. Nekem tetszik ez a vallás. Hogy tudnék én ebbe bekerülni? Stadler úrnak tetszik a ház, tetszik a vacsora, tetszik minden. Ha ahhoz, hogy neki is ilyen legyen, be kell térni, akkor be kell térni, nincs mese. Egy kicsit körülményesebb, mert ugye alá kell vetni Ábrám és az Úr szövetségének magad, az pedig azt jelenti, hogy nem körbe mentél neked. Ó, hát kibírom én azt. Én 4 centit lecsapattam Kaposváron belőle. Mert mindig, ezértek, szikongattak a csaj. Reméljük, jó sebésznél járt Stadler úr, és a jó végéből vették le azt a 4 centit. Mert ha a rossz végéből, akkor már mindegy. Nagyon sokat tudnék ígérni, hogyha ezt a 4 centit valahogy vissza lehetne hozni, érte? Elkoptattad. Én nem hittem, hogy ilyen gyorsan kopik. Szerintem ma volt a legjobban berúgva Józsi, de jól érezte magát végre. Úgyhogy jó volt. Szerveztem egy meglepetést, és Nyári Karcsik barátomat meghívtam, aki esetleg nem ismeri, ő egy világhírű zongorista, és ő az én, nem szájízem szerint, hanem a fülízem szerinti nótákat fogja játszani. A zongoristát nagyon-nagyon bírom, szóval ez egy édes pasas, és nagyon-nagyon sok helyen találkoztam már vele, külföldön, itthon, énekeltem is vele egy párszor már. Szagú szél, fúj a hajón, szerelmesem, ketten vagyunk. Nem élet engem semmi rossz, ha átölelsz. Nem várok választ mástól, hogyha te felelsz. Hazatalálkóból szívem gyengéden öle jár, és ingas szerelem. Ó, szagú szél, fújja. Bár úgy tűnik, hogy Nyári Karcsi zongora játékára mozognak, azért aki jól figyel, az láthatja, hogy itt mindenki úgy táncol, ahogy Péter fütyül. Gyengéden öle jár, és ingas szerelem. Fantasztikus volt. Ez Péter, ez is Péter. Tehát mindenből a maximumot, a legjobbat. Ez a Hámán táska, ez saját kezüleg, ez pedig saját kezüleg vágtam föl. Ez többféle sajtból, dió, szőlő. Jézusom. Atya világ. És hozom a pirítos. Ez úgy néz ki, hogy... Péternek a szakácsának nincs könnyű dolga. Minden nap ilyen terült, azt akár... Péternek a szakácsa, hát azt mondtam, hogy Péter csinálta. De nem ezt, ugye egyébként minden napra. Hát a desszert, nem tudom, valami olyan lekvár volt benne, amit még nem is éreztem, ilyen ízt. Engem a lekváros buktára emlékeztet. Börtönben ilyen szellemi vetélkedőket szerveztem. Ezt azért szerveztem, hogy egyrészt az, hogy a börtönben lévő fogadatott társaimnak a műveltségét azt fokozzam, meg hogy kapjak jutalmat, és amikor ilyen szellemi vetélkedőket szerveztem, akkor olyan lehetőségeket kaptam, hogy plusz beszélni. Péter kitalált a végére egy játékot, ami lehet, hogy nem kellett volna. Most megbukott rajta mindenki, csak a Cini nem. Józsi. Tudod, ki volt Pilátus? Ez még nem kérdés. Ez még nem a kérdés. Tudod, hallottam róla. Hallottál róla. Akkor meg tudnád mondani ezt, hogy milyen nemzetiségű volt? Tessék, most kiderült, hogy ide még a golyóálló mellény is kevés lett volna. Józsi bácsi érzi, hogy puska kellene. Nem sörétes, hanem amire előre felírták a helyes válaszokat. Azért megmondom a választ is, hogy ne legyél kielégületlen, mint ahogy a börtönben voltál, és a római volt. Ki volt az Óz, a Csodák Csodája című film női főszereplője?
Nem tudod? Nem. Csodigállás. Persze. Soha nem láttam. De miért? Figyelj! Ez olyan, most az a párszor. Olyan kérdést tegyél fel, ami mondjuk a 78 után szülötte. Például mi lehet olyan könnyű kérdés, ami ennyire jól lakottan is, ilyen fiatalon is azonnal beugrik? Hogy milyen évek jöttek 1978 után? Meg tudnád mondani, hogy ki volt Izsák apja? Nem Ábrahám, ugye? Eltaláltad Ábrahámot. Melyik király uralkodott leghosszabb ideig Magyarországon? Béla? 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 Milyen Bélára gondolhatott Éva? Egy volt osztálytársára, akit felhívna, mert ő tudná a választ. Ferenc József. Ferenc József. Most én érzem magam kellemetlenül, komolyan mondom. Kihozták a libacombot, káposztát, fantasztikus volt. Beleharaptam is, dehogy haraptam bele, villával csak így megkocogtattam a húst, és így leomlott róla, és ahogy a bőre meg volt sütve, az így ilyen... Ja. Szerintem nem ő csinálta őket. Biztos, hogy segítkezett a konyhában, de mivel ő neki köztudottan szakácsnő főz, így szerintem ebbe is volt segítsége, nem is kicsi. Én azt hiszem, hogy maximálisan szuper módon volt elkészítve, szuper módon volt tárolva. Akárhogy nézem, valahogy ez nem jön össze, hogy itt a Kálkán is csomót találjak, tehát eddig azt hiszem, hogy ez volt a legtökéletesebb este. Biztos nagyon nem fognak szeretni engem, de ha most pontoznom kéne, akkor én a legmagasabb pontszámot adnám. Én Péternek a maximális 5 pontot adom. Ezt az 5-öst odaadom a Péter. Én a mai estére Péternek 5 pontot adok. Nincs mese. 5, azaz 5 pontot adok. Estét. Megkóstolom. Itt lehet. Már nagy kedvencem, és hibátlan. Nem szeretem, amikor rongyjel van sütve. Ez tökéletes. Krumpli. Krumpli olyan, amilyen. Sok jót nem tudok mondani, de rosszat sem. Krumpli az krumpli. Nézzük a húst. Na, az viszont perfectly. Hibátlan vacsora. Elviszem az órám és elhúzok innen minél hamarabb. Ezt a hetet Cini nyitotta. Macskás és kerálós vacsorája 10 pontot hozott neki. Joci csak pörköltel készült, de azt életében először csinálta. Majd később még telefonon is rendelt egy kiegészítő fogást, hogy Pétert elégedetté tegye. Ez 16 pontra volt elég. Péter ma fejedelmi vacsorát tett a vendégek elé palotájában. Nem is csoda, hogy mindenkitől a maximumot kapta, így 20 ponttal zárta az estét. Holnap a leghíresebb magyar juhászlegény, a stadion építtető akasztói üzleti zseni főz. Jönnek az újabb börtönsztorik, megtudjuk, mi lett odabent a répák sorsa. Holnap is jövünk, ne hagyják ki, hiszen a celebek már a spájzban vannak. Halatortán, teljes gőzzel.